Ebben a videóban beszélünk arról, hogy hogyan kezdtem a YouTube-ot, mi vitt rá arra, hogy elkezdek YouTube videókat készíteni. Ez már amúgy a harmadik YouTube csatornám, volt már ezelőtt kettő is, és arról is fogok beszélni, hogy egy izgalmas kis rövid videó lesz. Megtudod benne, hogy miért kezdtem el, hogyan, mi volt a motiváció, és azt is, hogy hogyan érdemes akár csinálni, ugye te is most vagy azelőtt, hogy YouTube csatornát indíts. Legelőször én még 2017-ben kezdtem el a YouTube csatornámon, Leader volt a neve, 4-essel írva, mivel én régen még gamer voltam, és ezáltal folyamatosan gameltem, és nem ilyen gamer csatorna volt, hanem akkor ilyen önfejlesztő videókat tettem ki különböző ilyen témákból, főleg vezetés közben, szóval megjöttem haza fitnessből, akkor ilyen 20-22 éves voltam, és kitettem ezeket a videókat, és ezen keresztül lényegében mindig nagyon rossz volt a hangminőség, kamera, ilyen 74 feliratkozón volt több mint 200 videóra, úgyhogy kevesen követtek, pedig akkor még sokkal egyszerűbb volt még YouTube feliratkozókat hozni, de kevesen követtek, sok hely nem volt megosztva, és jó volt az egész, tényleg tapasztalatlan nagyon jó volt, de aztán ezt az egész e-mail címet megszüntettem, az egész YouTube csatornám volt minden este, szóval az így kioforódott. Pár videó, ami még le van mentve a mai napig, azt hiszem, ilyen 10 videót mentettem le a csatornán, amit jónak láttam, úgyhogy ezek minden el vannak nekem mentve még OneDrive-on. Aztán volt egy másik csatornám, az pedig egy ilyen céges csatorna volt, Elite Cort, hogyha beírod Elite, Cort, mint kor, mint zsinór, és akkor ezen keresztül a csatornám volt az előző vállalkozás, amit eladtam, mai napig megvan ugye, és akkor itt voltam videó is, amit például 17 ezer ember is megnézett, mivel ez ilyen katonai kajacsomagokat csomagoltunk ki, ilyen túlélő karkötőket, szóval ilyen sport és outdoor webáruház volt, és akkor ezen keresztül itt lényegében készítettem videókat másokkal, interjúkat, volt egy ilyen csontfaragó volt az adott illető, azzal készítettem, Béla bácsi, készítettem vele videót, innen is üdvözlöm, aztán volt, aki például olyan volt, hogy olyan videó például, hogy lényegében ilyen tévétoronyban voltunk Pécsen, és akkor ott kicsomagoltuk többen is az egész ilyen emeri csomagokat, ezeket a kajacsomagokat. Sok-sok ilyen adott dolog volt, ami hasznos volt. A francia idegenlégióssal, aki a francia idegenlégióval szolgál, vele több részt is, azt hiszem, hogy 3 részt is folyamatosan készítettem, és valamelyiket 15-16-17 ezer ember is megnézte. Folyamatosan dolgoztunk együtt influencerekkel, voltam videó, amit 400 ezer ember megnézett YouTube-on, hogy ilyen csomagot elküldtünk, és akkor kicsomagolták, rengeteg rendelésünk lett innen is. Szóval sok-sok ilyen hasznos dolog volt, de ott nem olyan sok körülbelül ilyen 60 videó körül, 60-70 videót, vagy lehet már 100 is volt, meg kell majd nézni, de ilyen 60-70 videót készíthettem el körülbelül, és az mindenféle különböző témák voltak, volt benne mindig vendégek, különböző helyszíneken, Szegedtől kezdve mondom Pécsig, volt amikor Komáromban, Monostéri erődbe készítettünk, szóval Gútán például volt ilyen Kollárovo, Szlovákul ott a vízi erőműnél, rengeteg videó van, nézd meg, nézd szét a csatornán, mai napig aktív amúgy, és ezen keresztül működik a dolog. Úgyhogy érdekes kis hasznos csatorna volt, és aztán utána, amikor elkezdtem itt a call centert, akkor rá körülbelül több mint másfél évre rá, vagy több mint egy évre rá, akkor indítottam ezt a csatornát, aminek még régen Gábor Mayer volt a neve, utána rebrandingültem egy ilyen call center farkasává, és ugyebár a farkas, ami van a Mayer Corporationben farkas, az a csatornának a logója. Fontos azt elmondani, hogy most lesz egy rebrandingünk, majd MCC, MCC Corporation lesz, és ezen keresztül lényegében a farkas is megváltozik, szóval lesz egy sokkal letisztultabb, de sokkal profibb farkas, majd meg fogod látni, az lesz a következő éveknek a farkasa, úgyhogy lesz egy ilyen újított verzió, letisztulta, sokkal jobb, nagyon jól néz ki, már van rajta ilyen alapképem, de még most készítik, egy április 30-ig fog teljesen minden egyet elkészülni, úgyhogy ezt is majd fogjátok látni, mert egy új domain címünk is lesz majd, úgyhogy nem Mayer Corp lesz, hanem majd mccorp.eu, úgyhogy ez is fog változni. És akkor ezen keresztül úgy lesz megcsinálva, hogy a csatorna, amit én ezt indítottam, ezt 200
több mint most már 200 videó van rajta, és én azért kezdtem el az egészet, azért kezdtem az összes YouTube csatornámat, mert például az a legelsőt az azért, hogy megmutassam azt, hogy tényleg, hogy dokumentáljam úgymond az életemet, megmutassam másoknak is, hogy így is lehet csinálni, hogyan érdemes hátsó valakit tudok motiválni, illetve, hogy vissza tudjam bármikor nézni. Az elitkoros csatornát azért, hogy ügyfeleket hozzunk egyértelműen, ezért indítottam el, és bemutassam, mert nagyon szerettem bemutatni, sokkal jobban, mint írásból, sokkal jobban be tudtam mutatni videóba, ezért ugye, hogy ügyfeleket hozzunk, aztán a call center farkasát pedig először azért, hogy bemutassam a call center, mert szinte nem volt semmilyen magyar nyelve, nem is volt call centerre kapcsolatos ügyfélszerzéssel, leadgenerálással kapcsolatos videó YouTube-on, és aztán mondom, ez is egy újabb téma, a elitkornál sem volt semmilyen téma, és akkor mondom, ebben be tudom robbantani, egyre több megrendeléshez, és tényleg így is volt, amikor már 5 feliratkozón volt, már akkor is jöttek megrendelések, és egyre többen rákerestek, főleg ingatlan közvetítők, pénzügyesek, és egyre többen és többen jöttek. Aztán utána elkezdtem különböző olyan videókat is készíteni, már önfejlesztő videó, hogy nem csak ilyen, hogy hogyan szerez ügyfeleket, hanem akár ilyen önfejlesztő, akár ilyen könyvekkel kapcsolatos, ugye, hogy a könyvnek a bemutatása, vagy abból ilyen összefoglaló. Aztán voltak különböző ilyen podcastok, hogy akkor elkezdtük a podcastot csinálni, először ilyen gyenge minőségű volt, aztán fokozatosan ott a hang nagyon fontos, ugye, a hangon folyamatosan fejlesztünk. Most egyelőre ezt a Rode Lavalier mikrofonokkal veszük fel a podcastokat, és egyelőre ezt a videót is. Most pont a mai nap rendeltem be egy újabb ilyen szettet, már régen volt ez a Blue Yeti mikrofonom, és azon keresztül vettem fel, hogyha ilyen egyedül videóztam. Viszont ott volt egy probléma, hogy ott az kinyírolt, az a mikrofon tönkrement, így teljesen az egész kiszállt, el kellett dobni, és aztán utána vettem azt a Lavalier mikrofonokat, és az jó, meg minden, csak hogyha egyedül veszed, akkor nem annyira jó a hangminősége. Szeretem azt, hogy tényleg ilyen stúdió minőségű, mint sok podcastnál is tudod hallgatni, vagy hogyha akár YouTube-ban csak már látod, hogy ilyen belóg ez a mikrofon, na sok ilyen belóg a mikrofon van, és ott is a XLR-es, meg a USB-s, ugye, és akkor ott ugyebár a USB-s az azért is jobb, mert akkor ezen keresztül, akár hogyha nem is teszed oda a szárhoz így pontosan, hanem messzebbre teszed, akkor is jó tud lenni a minősége. Egy ilyen XLR-es mikrofonnak például, hogy közelebb teszed, annak meg kurva jó a minősége, de annak külön erősítő kell hozzá, aztán külön ilyen rész, amin keresztül, amin le tudod játszani, akár ott le tudod játszani a hangot, ugye be tudod szúrni, és az podcastokhoz is tökéletes, hogyha nem egyedül veszed fel, hanem vattok már akár négyen, akkor van ilyen, tudsz venni ilyen 450 euróba kerül, de ilyen kurva komoly ilyen Rode-os ilyen olyan rész, amin keresztül ilyen egy ilyen felvevő, ugyebár ami felveszi a hangot, ott mindent tudsz állítani, szóval egy ilyen stúdió-szerű feelingje van, és akkor ezen keresztül akár négy különböző mikrofonot is, ilyen XLR-es mikrofon be tudsz szúrni, és azon keresztül tökéletesen tud működni, ott tudod állítani a hangot, az erősséget, minden egyébként, szóval nagyon profin meg lehet csinálni. Itt a USB-nél ugyebár csak egyszer egyet felvenni, vagy hogyha meg tudod azt csinálni, hogy úgy csinálod, hogy például két telefonnal felveszed, itt ezt bele lehet a USB-set szúrni akár egyben a telefonba, szóval tökéletesen átviszi a hangot, be tudod szúrni a telefonba, egyiket felveszed egyik iPhone-nal, másikat egy másik iPhone-nal, és akkor a két kamerával is tud működni, vagy hogyha van egy podcastot, hogy két ember van, te is beszélsz, meg a másik is beszél, akkor ilyen belógó mikrofon tudjon, tudsz venni USB-set is, és akkor ezen keresztül így belógatod a másiknak is, és akkor egyik kamera vesz téged, a másik a másikat, és akkor nem kell százfajta tudsz, meg nem kell ilyen átalakító, meg erősítő, meg semmi egyéb, beszúrod egyiket, beszúrod a másikat is tökéletesen működik. Úgyhogy ez egy ilyen kis kitekintés, de majd erről lesz egy külön másik videó is hamarosan. A lényeg az, hogy én ezért kezdtem el, és itt egy fontos, hogy legyenek kiegészítők, és azt is, hogy látod a csatornán, hogy folyamatosan fejlődik, egyre jobb a minőség, akár most lesznek majd a grafikai elemek, és egyre jobbak lesznek, egyre profibb lesz, szóval fontos fejleszteni a csatornát, de az a legfontosabb, ha elkezdesz te egy YouTube csatornát, akkor a hangra nagyon-nagyon figyelj. Mondom, erről lesz egy külön videó, rengeteget tanulmányozom én is, hogy a hang az hogyan tud akár jobb minőségben lenni, de nagyon szükséged van arra, hogy legyen egy ilyen jó minőségű mikrofonon, érdemes egyszer beruházni, mondom, én is most például is vettem ilyen 194 euró volt ezzel a belógó állványa, egyik legkomolyabb, csak állvány volt 100 euró, meg volt ez a mikrofon, ez egy Rode
NT-USB mini mikrofon, és akkor ezen keresztül lesz így belógatva, és akkor ezen keresztül így fog majd beszélni a videókba, majd kednél fog megérkezni, aztán utána, amik lesznek videók, majd így fog benne beszélni, és akkor sokkal jobb lesz a minősége, meg közelebb lesz a számhoz, úgyhogy ez egy nagyon fontos, már ha néznek valamit, lehet, hogy sokan úgy hallgatnak egy YouTube videót, hogy leteszik, és akkor ezen keresztül közben vezetnek, és akkor úgy hallgassák, ezért a hang sokkal fontosabb, mint a kép. Egy jó iPhone-nal, hogyha van egy jó iPhone-od, egy ilyen 12-től felfelé, beállítod, akár én is most például 4K-ból veszem fel a videót, 24 FPS-re, erre is van videó, hogy hogyan tudod ezt beállítani. Itt a fények nem annyira erősek, de ugyebár itt is be lehet állítani, hogyha veszel ilyen fényelést is, ilyen 100 euró, 120 euró, meg lehet oldani, ilyen nagy lámpákat tudsz, és akkor ezen keresztül rám teszik a fényt. Az itt jelenleg nincsen, ilyenem még nincsen, de itt is meg jobban meg lehet a világítani, és egy ilyen jó kis iPhone-nal 4K-ba tökéletesen meg tudom úgy csinálni. Tényleg, amikor már van már sok ezer feliratkozó, de én is addig akarok majd kamerát én is venni, ilyen kanonos kamerát meg kinéztem, de egy ilyen 550 euró, de felesleges rá költeni, mert iPhone-nal teljesen fel lehet vinni, hogyha jó a minőség, jó a tartalom, amit csinálsz, akkor egyre többen lesznek, egyre többen fel fognak iratkozni, és aztán később, amikor már van 2-3-5 ezer feliratkozó, akkor érdemes bevenni egy ilyen kamerát, és tud működni. De telefonnal már szinte mindent fel tudsz venni, nagyon profi meg tudod csinálni. Úgyhogy én ezért kezdtem a YouTube-ot, és szerettem a technikai részleteket egy kicsit beszélni, de mondom, erről lesz egy külön videó, és remélem, hogy tetszett, nyomj egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Írd meg kommentbe, hogy neked már van egy YouTube csatornád, és hogyha nem, akkor írd meg azt, hogy miért nincsen, miért gondolod azt, hogy nem jó a YouTube csatorna, mert hogyha te olyan vagy, aki nem szeret a képernyő előtt lenni, akkor akár valamelyik munkatársad is megkérheted, biztos vannak ilyen extrovertált olyan emberek a csapatodban, aki szívesen készít videókat, de a cégednek is érdemes ilyet csinálni, mert nagyon sok területen tényleg a villanyszerelőtől kezdve rengeteg helyen nincsenek fent, abszolút nincsenek olyan emberek, akik megmutatnák azt a szaktudást, amivel foglalkoznak, mint mi a lead generálással, hideghívásokkal, én erről rengeteget tudok beszélni, tényleg valós tapasztalatom van róla, de rengeteg cégnek akár napelemes cégek, munkaerőkölcsönzők, pályázatírók, teljesen mindegy, nincsen pénzügyi csatornájuk, nincs nekik YouTube-ban egy csatornájuk, és ezáltal, hogyha ez neked van, és te hatékonyan folyamatosan heti 4-5 videót felveszel, kinyílik előtte a világ, és rengeteg ügyfelet tud szerezni, és hosszú távon a YouTube-ra vissza is tudnak keresni, szóval a világ másik legnagyobb keresője, YouTube elír valamit akar keresni, meg fog találni téged, és te szakértő leszel a szemében, és nincs kérdés, hogy téged fog majd választani, és nem a konkurenciát. Tartsál a legközelebbi videóban is.